Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé jelenleg halad a világ? Köszönöm. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Boldogtalanság? És még? Tudatlanság. Sok az elnyomás. Sok az elnyomás. És nem tudom, hogy mennyire vetted észre, hogy az emberek nem könnyebben boldogulnak, mint régebben, hanem nehezebben, nem? És ez is kívül az arcukon is, mert ugye több a boldogtalan ember, mint régebben. Régebben valahogy jobb kedvűek, boldogabbak voltak az emberek. És nem úgy értem ezt, hogy ahogy korosodik az ember, úgy boldogtalanabb, hanem hogy ámblokk a társadalom. Úgy teljesen egészében a társadalom. Tehát rosszabb állapotú, mint régen volt. És ez romlik. Tehát most, ha megnézed a mostani helyzetet, tehát úgy értve, hogy érzik magukat az emberek a bőrükben, biztos, hogy rosszabbul, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Még a Covid előtt időszakot nézve. Na most mondok egy statisztikát, jó? Kicsit utána néztem. Ugye többször elmondtam már azt, hogy van egy standard. Tehát ahhoz kell nézni az inflációt. Jó? Tehát mi a standard? Az arany. Az aranyára. Jó? Tehát mindig az aranyára a standard. Attól, hogy ettől megpróbálnak elérni, hogy eltérni, hát attól akkor is ez, és ez mondhatjuk azt, hogy évezredek óta. Tehát nem évszázadok óta, évezredek óta. Az arany a fix pont. Nem más, mindig az arany. Nem a kőolaj, nem ez, nem az, az arany. Oké? Néztem egy kis felmérést ezzel kapcsolatban, ugye, én mondhatjuk azt, hogy gazdasági szakember is vagyok, hiszen egy kicsit visszalapozunk, és akkor látjátok. Pénzintézeteket vezettem, és piacvezető, pénzintézet vezető is voltam. Úgyhogy gazdasági dolgokhoz is nagyon értek. És nem csak a gazdasági dolgokhoz értek, majd mindjárt ki fog derülni. Tehát lényeg az, hogy megnéztem, hogy a dollár mennyi, tehát az arany, nem, inkább úgy mondom, a dollár mennyit romlott kerek egy év alatt. Tehát 365 nap alatt az aranyhoz képest 30%-ot. Az EU, nem, 33%-ot, bocsánat. Az euró az 30%-ot. Tehát az euró 30%-ot, a dollár az 33%-ot, a forint az 43,6%-ot. Tehát mondhatjuk azt, hogy 44%-ot. Oké? Egy év alatt, 365 nap alatt. De az emberek, azok, hogy is mondjam, szóval ilyen, tehát nem tesznek azért semmit, hogy jobb legyen. Tehát semmit nem tesznek. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a jó emberek nem tesznek azért semmit, hogy jobb legyen. De hát nekik lesz rosszabb, érted? Tehát akik nem tesznek azért jó emberként, hogy jobb legyen, az azt jelenti, hogy rosszabb lesz. Tehát az elnyomóktól ne várjátok azt, hogy majd értetek, tesznek valamit. Tehát akik ugye intézték azt, hogy rosszabb legyen, azok nem tesznek azért, hogy jobb legyen.
Ez logikus, nem? Hát az elmúlt 5 évben látod, hogy nagyon bőszen tettek azért, hogy rosszabb legyen, nem? És azt várod tőlük, hogy azért tegyenek, hogy jobb legyen? Hát akkor te valami álomvilágba élsz. Tehát neked kell tenni saját magadért, a családodért, érted? Neked. Nem másnak. Ha te nem teszel magadért, családodért, akkor nem fog senki tenni, érted? Érted? Senki. És mit kellene tenni? Tehát két dolog van. Jó? Tehát most nem fogom fölrajzolni, mutatom inkább. Itt van az anyag. Jó? Itt van a szellemiség. Jó? És ez egy út. Lehet ott maradni az anyagnál. Jó? Lehet ragaszkodni az anyaghoz. Lehet teljes egészében ide átkerülni, hiszen a szellemiséggel foglalkozók jó részének a szegénységtől lukas a gatyája. Oké? Okay. És többen megcsinálták azt is, hogy foglalkoztak az anyaggal, és akkor hirtelen áttértek a szellemiségre. És utána elszegényedtek. Tehát én foglalkoztam gazdasági dolgokkal, pénzzel, pénzügyi téren dolgokkal, hosszú éveken keresztül. Egészen 91-től 2000-ig, az akárhogy nézem, az 19 éven keresztül. Vagy 9 éven keresztül. Nem 2000-ig, bocsánat. 2010-ig, 19 éven keresztül. Jó? Tehát pénzügyi dolgokkal. Szellemiséggel elkezdtem 98-ban foglalkozni, de úgy, hogy még a pénzügyi területen javában piacvezető voltam. Akkor kezdtem el szellemiséggel foglalkozni. Érted? Tehát kevés az olyan ember, ha végignézed itt a világunkban, aki mondjuk egy pénzintézetnek a vezetője, ráadásul piacvezető, pénzintézeti vezető, és akkor elkezd foglalkozni szellemiséggel. És foglalkozok tehát 98 óta szellemiséggel, és fő tevékenységben 2010-től foglalkozok szellemiséggel, fő tevékenységben. Tehát látod, volt egy átmenetem. Mondtam, hogy 2010-ig foglalkoztam az anyaggal. 2010-től szellemiség, de úgy, hogy a fő tevékenység volt az anyag 2010-ig, 2010-től a fő tevékenység a szellemiség, és 98-tól 12 éven keresztül párhuzamosan csináltam ezt a két dolgot. 12 éven keresztül, párhuzamosan. Tehát nem fogtam és az egyiket abba hagytam, másikba belekezdtem, érted? Hanem volt egy átmenet. Tehát én elindultam az anyagból, és szépen eljutottam a szellemiség oldalra, és haladok a még magasabb szintű szellemiség felé. És most ezt miért mondom? Azért, mert ezzel kapcsolatban egy csomó tapasztalatom lett. Ráadásul 91-től van saját szervezésű csapatom. Ami azt jelenti, hogy több százezer embert szerveztünk az elmúlt 91-től az hány év? 33 év. Több százezer embert szerveztünk. Nem egyedül szerveztem, ezért beszélek több beszámról. Több beszámban. Szerveztünk. De én voltam mindig a vezető. Nem egészen így van, mert 91-től 93-ig nem így volt. Jó? Csak két évig. Akkor társultam. Úgy csatlakoztam, nem társultam, csatlakoztam. Na szóval, ezt azért mondom, mert van egy csomó tapasztalatom ezzel kapcsolatban, nem csak saját tapasztalat, hanem látom, hogy az emberek hogyan működnek, hogyan működtek. Láttam, hogy hogyan működtek.
Jó, tehát látom, láttam. És fogom látni. És azt látom, hogy a szellemiség, hogy tiszta és világos legyen, anyagról nem kell beszélni, azt mindenki tudja, hogy mi az. Mi a szellemiség? A szellemiség azt jelenti, hogy az ember elkezdi használni az agyát. Jó? De ez így önmagában kevés ebben kapcsolatban. De úgy használja, hogy ez a lelkének a segítségére legyen. Érted? Tehát a lelkünk azért van itt, hogy fejlődjön. És nem tud a lelkünk másként fejlődni, csak a tudás és a tapasztalat révén. Oké? Tehát a tudás és a tapasztalat révén, ha az ember használja a tudását és a tapasztalatát, akkor elindul a szellemiség irányába. De a szellemiségnél az is fontos, hogy az ember olyan dolgokkal is tisztában legyen, hogy hogyan működik az élet, és hogyan működik az ember. Oké? És egyáltalán mi emberek honnan valók vagyunk, és a lelkünk is honnan való. Jó, ebben tisztában kell lenni. Amikor az ember szellemiségről beszél. Legalábbis ennek az ismereteit azt fel kell kutatni. Na, én ezt megtettem. Szóval lényeg az, hogy a szellemiség az az élet és az ember ismeret gyarapítása. Ezt jelenti. Oké? Na és azt tapasztaltam, hogyha az ember elkezdi megismerni az élet és az ember működését, akkor az anyagra nagyobb hatással tud lenni. És ha az ember úgy akar anyagilag boldogulni, hogy csak az anyagon keresztül, akkor ennek lesz egy nagyon negatív következménye. Ugyanis át fog gázolni az ilyen ember más embereken. Oké? Tehát más emberek elnyomása révén fog jobb módú lenni, vagy akár egyre jobb módú lenni. Ez pedig nagyon etikátlan, nagyon tisztességtelen, nagyon becstelen, nagyon erkölcstelen, és annak az életben meg fogja inni az illető a levét. Ha nem ebben az életében, akkor a következőben. De ebben az életében is. Jó, maradjunk ennyibe. Jó, és ha az ember elkezd foglalkozni a szellemiséggel, akkor a gondolatai által, és ha ezek a gondolatok olyanok, amilyennek lennie kell, tehát megtanulja az ember a gondolkodását használni, akkor az fog megtörténni, amit szeretnél. Világos voltam? Ha anyaggal foglalkozol csak, még egyszer mondom, és nem vagy szellemiség, akkor úgy tudsz gazdagodni, hogy átgázolsz másokon. És annak nagyon súlyos negatív következményei lesznek arra az illetőre. Vonatkozóan, aki ezt csinálja. Aki viszont a szellemiség révén hat az anyagra, az anyag a segítségét szolgálja majd. És azokat a dolgokat tisztességes úton eléri, amiket szeretne. Oké? Jó? Tehát ehhez fel kellene ébredni az embereknek a Csipke Rózsika álmukból. Mert egy olyan világban élünk, ahol arra késztetik az embereket, hogy aludják a Csipke Rózsika álmukat. Szó szerint. Nehogy szellemiség irányába elinduljanak. Mert akik ezt létrehozták, hogy az emberek ne induljanak el a szellemiség irányába, azok tudják, hogy hogyan működik ez a dolog. Tudják,
hogy a szellemiség hozza létre az anyagot, és tudják azt, hogy amit az ember szeretne, és szellemiség révén szeretne, akkor az meg fog valósulni. Ezért van az, hogy az emberek rosszul élnek. Tudod miért? Mert állandóan arról beszélnek, hogy mit nem szeretnének. Érted? És gyakorlatilag azzal azt fejezik ki, azt teremtik meg, amit nem szeretnének. Érted? És ezért boldogtalanok az emberek. Mert állandóan azt teremtik, amit nem szeretnének. Tehát az emberi elme úgy működik, hogy amit gondolunk, azt teremtjük. És ha rosszra gondolunk, akkor a rosszat teremtjük. Oké? Ha jóra gondolunk, akkor a jót teremtjük. Tehát azért érdemes tudni például az élet működését, mert az élet működésében benne van az, hogy nem az emberiség az egyetlen élőlény, intelligens élőlény a világegyetemben. Sőt, ezen a bolygón sem. Jó? És az emberek ezt nem tudják. Tehát nem tudják azt, hogy van egy olyan háttér működés, nem emberi, az ember csak egy eszköz. Tehát mi csak egy eszközök vagyunk. Méghozzá a pozitív vagy a negatív istenek kezében. Bizonyán. Eszközök. Semmi más. És a negatív istenek eszközei is tudunk lenni. Ezen a bolygón. És nekik az a jó, hogyha az emberek pont azt csinálják, amit most csinálnak. Nem foglalkoznak szellemiséggel. Rosszra gondolnak. Teremtsék a rosszat. Hiszen gonosz istenekről van szó, ők a rosszak. Nekik a rossz a jó. Érted? Ők nekik társakra van szükség. Az emberiség eszköz a jó istenek számára, és eszköz a gonosz istenek számára. De kérdés az, hogy az emberiség hány százaléka jó, hány százalék nem jó. Ma az emberiség bűne leginkább, tudod mi? A mulasztás. Azok a dolgok, amit az egyének elmulasztanak, megtenni. Amit meg kellene tenniük, és nem teszik meg. A mulasztás is bűn. Jó? Nem csak az ártó tett a bűn, hanem a mulasztás is. Hát gondold végig mondjuk egy balesetnél a cserbehagyás. Bűn. Az semmi más, csak egy mulasztás, érted? Jó, tehát nem kell ezeket elhinni, de ez a szellemiség része. A szellemiség része az, hogy tisztában van azzal az ember, hogy milyen energiák vannak, milyen erők vannak, és azok hogyan befolyásolják az életünket. És ha az ember ismeri ezeket az ismereteket, akkor az előnyére tudja fordítani. Ha nem ismeri, nem tudja az előnyére fordítani. Tehát a saját életében az előnyére tudja fordítani. És ez azt jelenti, hogy ezt a tudást, ami ahhoz kell, hogy az ember boldoguljon, ezt próbálják eltitkolni. Tehát gondold végig, könnyebb valamit rombolni, akadályozni, mint építeni vagy segíteni. Érted? Tehát a romboláshoz sokkal kevesebb energia kell, mint az építéshez. Az akadályozáshoz sokkal kevesebb energia kell, mint a haladáshoz. Érted? Tehát a fentieknek, a jó isteneknek sokkal nehezebb dolguk van az emberekkel kapcsolatban,
Mert ahhoz több energia kell, amit ők szeretnének. Mert ők azt szeretnének, hogy az emberek haladjanak, boldoguljanak, fejlődjenek. Ahhoz sokkal több energia kell, mint ahhoz, hogy elbutuljanak, ne tanuljanak, ne csináljanak semmit. Érted? Mire idősek lesznek, ne bölcsek legyenek, hanem még butábbak. Érted? Ahhoz sokkal kevesebb energia kell, mint hogy bölcsekké váljanak időskorra. Gondold végig. Tehát sokkal könnyebb a negatív entitásoknak, negatív isteneknek a dolguk. Bármikor könnyebb, hát ha az emberek hagyják magukat. Az emberek nem tudják, hogy miért vannak itt, akkor azt hiszik, hogy az anyagért vannak itt. Nem. A lelked fejlődéséért vagytok itt. Vagyunk itt mindnyájan. Oké? A lelked fejlődése, az pedig a tudás és a tapasztalat. Semmi más. Semmi más. Tudás és tapasztalat. És ez nagyon egyszerű dolog. Miért csak ennyi? Mert a lelkednek az élettartama végtelen. Végtelen élettartama van. Nem tud elhalálozni. Érted? Nem hal meg. Tested az. Porrá válik. A lelked az nem hamvad el. Ezért a léleknek csak egyetlen célja van. A fejlődés. A fejlődés. És a szakadatlan, minduntalan fejlődés. És képzeld el, ezért bújt bele a testedbe. Ezért. Hogy azokat a tapasztalatokat, azt a tudást megélje. Ilyen egyszerű. Nem bonyolult ez. És amikor meghalsz, kilép a testedből. De azért érdemes tudni a lelkedről annyit, hogy a lelked révén tudsz gondolkodni. Oké? És minden ember a lelke révén gondolkodik. Ha nem lenne lelkünk, akkor olyan tudatlanak lennénk, mint az állatok. Gondolkodás nélküli lények. Oké? Ösztönlények az állatok. Bár sok ember is ösztönlény. Oké? Mikor emberek azt mondják, hogy mikor azt mondod neki, hogy miért dohányzol? Vagy miért iszol? Vagy miért csinálsz ezt, vagy azt, ilyen rossz dolgokat? Hát minek éljek, ha még az se lehet? Találkoztam ilyen emberekkel? Na? Nem azért jöttünk le, nem azért jött le a lelkünk. Érted? Tehát, hogyha nem lenne benned egy értelmes, szuperintelligens, isteni lélek, szó szerint isteni, akkor nem tudnál gondolkodni, és úgy működnél, mint a legfejlettebb állat. Bár sok ember úgy működik, mint a legfejlettebb állat. Érted? Na most, azért vagyunk itt, most azért hallgatod, nézed az előadást, hogy megvilágosodj egy kicsit. És rájöjj arra, amiket most elmondtam. Tehát azt kellene megértened, hogy a fokozatos átállás által szellemiségre, ami azt jelenti, hogy ebben az életben nem fogsz tökéletesen átállni, hiszen anyagi világ is körülvesz minket. De hogy mondjuk az életed 60%-át majd a jövőben a szellemiség töltse ki, és az anyaggal való foglalkozás csak 40% legyen, ahhoz el kellene kezdeni fejlődni. És az ember fejlődhet itt-ott, amott a nagyvilágunkban, de valahogy nincs olyan hely, csak egy,
ahol az összes ismeretet megkaphatod. Nincs több. Egy hely van, ahol az összes ismeretet megkaphatod. És az itt, a PPH-nál. Tehát nézzük akkor, van 10 életterületünk. Azért kell erre a 10 életterületre tudást adni, 26 nagy témánk van erre a 10 életterületre, tehát 26, és például most az egészséggel való foglalkozás, az egészségteremtő coach képzés, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, egyébként szakma, tehát bizonyítványt és diplomát is kiosztunk ebben a kapcsolatban. Tehát a coach egy szakma, azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Ez olyan, mint a pszichológus, csak a pszichológus megoldást nem ad, a coach viszont tud megoldást adni, jó? Ez a különbség. Jó, tehát a 6. hónapjába járunk a coach képzésünknek, 30 óra egy hónap. Na most akkor a legkisebb képzésünk az elmúlt időszakban 2 hónapos volt, akkor lehet számolgatni, hogy vajon 26 téma az hány év. Jó? Tehát az ember, hogy olyan emberé váljon, aki beteljesíti azt, amiért lejött. Mi az, hogy beteljesíti? Megnézed, a lelki fejlődésnek a legmagasabb szintje a beteljesülés. Tehát akkor tudsz a beteljesülés szintjére jutni, ha beteljesíted azt, amiért lejöttél. Világos voltam? Most, hogy erre az életedre jöttél le, vagy a mit tudom én hanyadik földi életedet töltöd itt egymás után, az most részletkérdés. De minden életedben azért jöttél le, vagy ha most jöttél le először, hogy beteljesítsd a küldetésedet. Jó? És akik nyitottak valamilyen szinten a szellemi tudományokra, akkor azok tuti, hogy azért jöttek le, hogy a többieket kisegítsék ebből a reinkarnációs körforgásból, amiben belekerültek. Tehát, hogy nem tudnak kikerülni ebből. Mi a kikerülés? Hogy visszatérsz oda, abba a felső létformába, isteni létformába, ahonnan jöttél, mint lélek. Oké? Okay? És miért kell ide lejönni? Csak hogy tiszta, világos legyen, hogy határozott különbséget tudjál tenni a jó és a rossz különböző fokozatai között. Ugyanis ezt odafönn nem lehet megcsinálni, mert nincs rossz. Oké? És gondolom, lélekként, ha végig gondolod, te se akartad azt, amit mondjuk Lucifer megcsinált, hogy nem tudott határozott különbséget tenni a jó és a rossz között, és szembe fordult a teremtővel. Oké? Aminek megszívta a levét. Jó? Szóval, azért, hogy a lelkek ne úgy működjenek, hogy nem élik meg a rosszat, mert ez úgy működik, hogyha az ember valamit magadból kiindulva. Ha nem tudod, mi a rossz, akkor nem tudod, mi a rossz. Érted? Mert nem élted meg. De ugyanígy, ha nem tudod, mi a jó, sok ember nem tudja, mi a jó. És mondod neki, hogy ez neked jó lenne, és ő azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle. Miért? Mert nem tudja, mi a jó. Tehát az emberek így működnek nagyon sokan, hogy nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz különböző fokozatai között. És azért vagyunk itt, hogy határozott különbséget tudjunk tenni.
megtanuljuk ezt. De hát megkérdezhetnéd, hogy hol van az előző életeknek a tudása? Ott van benne, hogy elme, el van mentve. Azért, hogyha kikerülsz innen, visszakaphast. Nem akkor, ha nem teljesíted be a küldetésedet. Akkor, ha beteljesíted a küldetésedet. Akkor visszakapod az összes eddig életed tudását. Oké? Okay? A lélek úgy működik, hogy korlátlan tudásra képes. A testünk attól a tudástól, amit lélekként már megszereztél, megőrülne mondjuk egy órán belül. Oké? Okay? Tehát a lélek az korlátlan tudásra képes. És ebben a földi létben már el lehet sajátítani a lélek általi tanulást. Hogy a tudásod az ne a testedből jöjjön, hanem a lelkedből. Oké? Okay? Tehát ezért sokkal több tudásra képes akkor az ember, ha nem az agyával akarja elraktározni a tudást. Jó, szóval vissza kellene térni oda, honnan jöttetek. Én azért jöttem le ebbe az életembe, hogy minél több embert visszavezesse. Jó? A fenti létformába. Az isteni létformába. A lelked, a legfiatalabb lelkek a világegyetemben 1,5 millió évesek. A legidősebb lelkek milliárd években, számokban kifejezhetetlen olyan sok milliárd évesek. Tehát valószínűleg a te lelked is több mint 1 milliárd éves. Oké. Okay. De nyugodtan hiheted azt, hogy ez nem így van, de az nem az én bajom, hanem a tiéd. Jó, maradjunk ennyiben. Szóval, nézzük. Itt voltunk. Tehát azért kell ezen a 10 területen boldogulni, mert az ember úgy működik, hogy van egy olyan fajta ösztöni része, az a bal agyféltekénken keresztül működik, ez az ösztönök. Hogyha nem jól működik ezeken a területeken, akkor képtelen arra, hogy gondolkodjon. Oké. Okay. Tehát nem képes kapcsolatba lenni a lelkével. A jobb agyféltekénkkel vagyunk kapcsolatban a lelkünkkel, a bal agyféltekénk az az ösztöneinkkel kapcsolatos. És vagy ez működik, vagy az működik. És ha az ember nem boldogul az életében, mert ezeken a területeken problémái vannak, és képtelen megoldani, mert tudás hiányában persze, hogy képtelen az ember, akkor az van, hogy képtelen a lelkével kommunikációba kerülni. Ráadásul a lelked azonnali kapcsolatban van, mai világban azt mondanák ezt, hogy online kapcsolatban van a teremtőddel. A teremtőddel. Amely mindig megküldi a lelkednek azt a megoldást, amit abban a helyzetben tudnod kellene. Oké? Okay? De mivel az emberek rossz hangulatúak, és a lelkünk az magas rezgésű, magas frekvencián működik a testünkhöz képest, ha rossz hangulatban vagyunk, persze, ezáltal nincs meg az összeköttetés a lélek és az emberi jobb agyféltekés gondolkodás között. De az ember jó állapotban van, akkor ez az összeköttetés minél jobb állapotban van, annál stabilabb ez az összeköttetés. És akkor nézzük tovább, hogy igazából mit is nyújtunk az embereknek. Tehát a PPA hozta létre a Nyílt Akadémiát,
A PPA-t meg én. Kapsz egy coach szakmát, amellyel kihozhatod az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, és ettől a tudástól magadból is kihozhatod a legjobbat és a legtöbbet. Megtanulhatod a problémáidat megoldani és megelőzni. A megelőzés talán még fontosabb, hogy egyre boldogabban élhessd az életedet. Megtanulhatod az energiák működését, továbbá használatát is. És így te magad szellemiségé válva tudatosan alakíthatod az életedet. Erről beszéltem. Hogyha a szellemiséget használnád, a szellemiségedet használnád, akkor az anyag az a segítségedre lenne, és az történne, amit szeretnél. Jó? Tehát minél inkább szellemiség egy ember, annál jobban alakítja az életét olyan formán, hogy az fog megtörténni, amit szeretne. Egy olyan etikus és tudatos közösség tagja lehetsz, ez a PPH, amely jobbá teszi az embereket, és ezáltal egy jobb emberiséget alakítunk ki. Tehát jobb emberiséget alakítunk ki. Most egy elbutulási folyamatban van a legtöbb ember, ha jobban megnézed. Tehát a hírek közel sem azt, az igazságot mondják, mutatják, ami van. Tehát a hírek az mind ferdített. Azért, hogy az emberek ne tudják az igazságot. És az ember úgy működik, hogy a butaság, tehát a hazugságok, tehát a butaság úgy alakul ki, hogy az ember fogékony a hazugságokra. Jó? Tehát minél fogékonyabb egy ember a hazugságokra, nyitottabb a hazugságokra, annál nagyobb lesz az elbutulása. Jó? Lásd Covid időszak. Elsajátíthatod azokat az ismereteket és képességeket, melyek által képes leszel sokkal jobban bánni önmagaddal, másokkal, és így sikeresebbé válsz az életed minden területén. Példakép lehetsz mások számára. Tehát példakép lehetsz. Tehát ugye mit jelent a példakép? A példaképet követik. Oké? Tehát mások, más emberek követik a példaképeket. Ez mindig is így volt. Melyik szeretné lenni inkább? Követő? Vagy példakép? Hát példakép, nem? Oké. És ezt úgy tudod elérni, itt van benne a mondatban, hogy ott kezdődik, hogy elkezdesz jobban bánni önmagaddal és a környezetedben lévő emberekkel. De nem csak az emberekkel, hiszen ott van az a 10 életterület, ott abban benne van a munkád is, benne van a pénzed is, benne van a környezeted is, benne van még a hatóság is, benne van a teremtőd is, érted? Tehát nem csak a környezetedben lévő hozzátartozóid, kollégák, stb. Barátok vannak benne. És elkezdesz sikeresebben bánni az emberekkel, mert önmagaddal is sikeresebben bánsz. És így az életed minden területén elkezdesz jobban boldogulni, és példakép tudsz lenni mások számára. De nehogy azt higgyétek, hogy ez egy túl hosszú folyamat. Nekem hosszú folyamat volt.
Hiszen elmondtam a történetemet, úgy röviden, hogy mikor kezdtem el, mikor mit csináltam. De hát én úttörő voltam. Ez olyan, mint a dzsungelbe, átjárhatatlan dzsungel, és te lennél az első ember, aki utat vág. Hát biztos, hogy te haladnál a leglassabban. És az összes többi már egyre könnyebben. Főleg, ha már kitapossák az utat, akkor még könnyebben. Nézzük tovább. Hosszú távon biztosítjuk számodra azt, hogy tartozhass egy nagy múltú és hatalmas célokkal rendelkező egyedülálló közösséghez. Tehát a célunk, ember és életjobbító, világ megváltó céljaink vannak. Érted? Tehát miért, milyen világ megváltó? Azt mondták annak idején, hogy lejött a megváltó. Kire mondták ezt? Jézusra. És megváltotta a világunkat? Jobb lett onnantól az emberiség? Egy ember, még akkor is, ha volt 13 követője, tanítványa, ugye? Édeskedés. Tudod, mennyi ember tudja megváltani ezt az emberiséget? 320 millió. Nem egy. 320 millió. Az emberiség 4%-a tudja megváltani az emberiséget. Oké? Ami azt jelenti, hogy annak a 320 millióknak tanulnia kellene, és együttműködnie. Tök mindegy, hogy milyen nyelven beszél, milyen bőrszínű, milyen nemzet, vagy népnek a fia, vagy lánya. Tök mindegy. A szervezetünk ilyen formában, amiben ugye vagyunk, 94. július 1-ével alakult. Ezért nagy múltú. Oké, azt kiszámolod, most voltunk 30 évesek. Nézzük tovább. És magyar szervezetként, jó? De azt azért hozzátenném, hogy vallási és politikai függetlenségünk van. Tehát teljesen független szervezetről van szó. Oké, és az összes piacvezetői pozíciót az független szervezetként éltük el. 4 piacvezetői pozíciót. 3 pénzügyi területen, 1 pedig itt a szellemiség területén. Nálunk a tanulói csapatszervezésben résztvevőként, mit jelent ez, hogy tanulói csapatszervezés? Ugye van egy olyan lehetősége minden tanulónak, hogy szóljon bárkinek arról, hogy ő hol tanul. Tehát, hogy elmesélje, hogy ő mivel találkozott, hol tanul, hogy érzi magát. És ha ez szimpatikus annak az illetőnek, akivel beszél, akkor ő tanulóvá tudja tenni. A tanulóvá tétel az azt jelenti, hogy befizeti legalább az első havi tandíjat. A tandíjaink havi értéke az meghaladja 200 ezer forintot. Mondom, az értéke. Az azt jelenti, hogy olyan 7000 forint óránként. Ennyi az értéke. A tényleges ár, amiért most megkaphatsz egy havi képzést, az első hónapban 19.700 forint, a második hónaptól 12.500 forint. Ez egy potom összeg. Anno, annak idején már 91-ben azt tanították nekem, hogy minden embernek a jövedelmének legalább 10%-át be kellene fektetni a saját tudásába. Érted?
Na most az a 12.500 forint, az közel nincs 10%, ha kiszámolod. Jó? Az ugye az átlag jövedelemnek kb. Az 5%. Szóval, azon túlmenően, hogy lehetőség van a szervezésre, ha hozol egy tanulót, akkor az befizet ugye a Hunor Trade ZRT-nek, és onnantól kezdve kapja a képzést, te pedig annak bizonyos százalékát, ez a százalék ez azt mondja, hogy 30, hogy is van? Nem, a második hónaptól azt mondja, hogy a 4 tanul, akkor 25%. 25? Igen, 25%. 4 tanul, igen. Tehát ami azt jelenti, hogy 25% jutalékot kapsz az első hónaptól. Tehát 25% jutalékot. De ez fel tud menni 76%-ig. Jó? És az azt jelenti, hogy mondjuk 4 tanulóból a havi tandíjad megvan. Nem az első hónapi befizetésükből, hanem a második hónapi befizetésüktől. Mert az első hónap ugye több, ott az mennyi? 2,5 valamilyen. Körülbelül. Jó? Tehát valami 2,5 tanulóból megvan a tandíjad. És mi van, ha több tanuló után részesed? Akkor az vállalkozó jövedelem. Oké? Vagy beszámítjuk neked előre tandíjakba, ha úgy kéred. És van még egy óriási előnye ennek a csapatszervezésnek, hogy nem csak a saját magad által szervezett tanulók teljesítményéből tudsz jutalékot kapni, hanem mindenki, aki a csoportodban van és tandíjat fizet, azután. De a csoportot nem csak te építed. Jó? Hanem egy csomó olyan ember építi, aki előbb csatlakozott hozzá a rendszerhez, tanulóként. Érthető? Ezt úgy képzeld el, mint egy láncot. Hogy te vagy a lánc, lógatva van a lánc, te vagy a lánc első láncszeme. Jó, de fölötted is megy tovább a lánc, oké? De az alattad lévő csapatnak te vagy az első láncszeme. És fölötted is megy tovább a lánc, és aki fölül szervez, meg aki te is szervezel, az mind a lánc legaljára láncszemként bekerül időrendi sorrendbe. És mindenki után tudsz részesedni, ha te szervező vagy, aktív szervező. Ha nem vagy aktív szervező, csak tanuló, akkor nem részesedsz, természetesen. Tehát a szervezők, azok részesednek. Ami azt jelenti, hogy például, tehát van egy elszámolási rendszerünk, ott pontokban mérjük a teljesítményt, és azt fogod látni, hogy mit tudom én, most csatlakoztál, és 0 pontod van. Ezt az irodámba tudod megnézni, a weboldalunkon. Megnézed mondjuk 2 hét múlva, és azt látod, hogy nyíj, mert nem 0 pontom van. Pedig nem is szerveztem senkit. Megnézed mondjuk egy hónap múlva, még több pontod van. Pedig nem szerveztél senkit. És ez a jutaléknak az alapja. Minden pont az forintot ér. Nem egy forintot, hanem ott kezdődik, hogy mondjuk 125 forintot. Oké? Egy új tanuló az pár tized pont hiány 30 pont, nem 30, 40 pont, pontosabban 40 pont, pár tized pont hiány 40 pont, a második hónaptól pedig 25 pont.
És tehát bárki, aki alattad időrendi sorrendben később csatlakozik, és tanulóval válik, azután te kapod a pontokat. Persze a sajátod után is kapsz pontot, csak azután nincs jutalék. Tehát úgy is nő a pontot, hogy a saját pontjaid is emelik a pontszámodat hónapról hónapra. Tehát a saját tandíjad befizetése. Tehát mindenki egy ilyen lánchoz csatlakozik, egy ilyen láncba. És akkor lehetősége van bárkinek arra, hogy szervezzen, vagy arra is, hogy ne szervezzen, csak tanuljon. És nálunk a tanulói csapat szervezésben résztvevőként egy olyan kiegészítő vagy fő tevékenységre is találhatsz, amely által a legetikusabban hozhatsz létre passzív jövedelmet és szabad boldog életet. Miért a legetikusabb boldog? Mert annál etikusabb nincs, mint hogy embereket fejlesztünk. Oké? És ha valaki azt gondolná, hogy miért nem ingyen, akkor mondok erre két dolgot, jó? Egy, Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték. Kettő, ami ingyen van, azt nem értékeli az ember. Oké? Tehát még egyszer mondom, 200.000 forint feletti értéket kapsz havi 12.500 forintért. Ettől eltér az első hónap. Tehát ennél nagyobb kedvezményt hol fogsz kapni? Jó, maradjunk egyibe. Ha úgy gondolod, hogy neked a tudásod, a saját boldogulásod nem ér egy fabatkát se, akkor tanulj ott, ahol akarsz. Ezt tudom mondani. Jó? Nézzük tovább. Sikeres ember lehetsz. Tehát van egy karrier lehetőség. Például, aki két tanulót hoz, az már el van ismerve a legnagyobb rendezvényünkön, ahol ott van mondjuk 500 ember. Érted? Színpadon természetesen. Ha mondjuk hoz négy embert, akkor ez egy következő karrierszint. Ha hoz hat embert, az egy következő karrierszint. Nem plusz, összesen hat. Jó? Tehát, ha megint hoz kettőt, akkor az egy újabb karrierszint. Jó? Így lehet elérni a vezetői szintet. A vezetői szint az azt mondja, hogy 2, 4, 6, 8, 10, 15 fő. Jó? Tehát 15 fő. 15 fővel az első vezetői szint. Utána még van két vezetői szint, ugye a 8-as meg a 9-es, és utána jönnek az igazgatói szintek. Jó? Tehát itt nekünk vannak bizony igazgatóink, akik ezeket a szinteket elérték. Tehát nehogy azt gondolt, hogy én csak tanítok. Én embereket is szervezek, és jelenleg 13. szinten vagyok. Az a harmadik igazgatói szint, mert 10-estől van az igazgatói szint. És van lassan 1.600.000 pontom. Oké? Jó, mert a pontok nem vesznek el, hanem halmozódnak hónapról hónapra. Jó, tehát én több tevékenységet is végzek, nekem a legnehezebb a feladatom. Mert tanítom az embereket. Egy. Tartom a díjmentes képzést. Kettő. Oké? Mert az nem tanítás, ez tájékoztató. Akkor szervezek. Érted? És az egész rendszert, céget működtetem. Érted? Tehát négy tevékenységet csinál. Neked csak egyet kell. Kezdetben. Nem kell. Van lehetőséged egyre. Hogy szervez. Utána meg, hogy vezess embereket. Ja, azt még ki is hagytam. Hogy vezetem az embereket. Persze.
Az öt, nem is négy, öt tevékenység. Jó? Tehát lehetőséget kapsz folyamatos karrierépítésre. És egyre magasabb és magasabb vezetői, illetve igazgatói szintekre tudsz jutni. Az a helyzet, hogy azt tapasztaljuk, hogy nálamnál sokkal hamarabb értek el emberek szinteket. Sokkal. Tehát hamarabb lettek vezetők, hamarabb lettek igazgatók, mint én annak idején. Érted? Miért? Mert ki van taposva az út. Most sokkal könnyebb karriert elérni itt a PPH-nál, mint bármikor. Sokkal könnyebb. Ez egy plusz lehetőség, ezzel élhetsz. Miért érdemes élni? Visszamegyünk ide. Itt van 10 életterület, emlékeztek? Nagyon visszamentem, csak egy kicsit kellett volna, itt van. Van 10 életterület. De itt van a pénz is. Tehát a pénz azt jelenti, hogy amit szeretnél, képes legyél megvenni. Érted? És azt, holnap akarod megvenni, akkor ne 2 év múlva akarja, legyen rá pénzed, hanem holnap rendelkezésre álljon. Érted? Tehát ezt jelenti. Tehát az a baj, hogy az emberek ugye az embernek van egy szükséglete, amihez nem kell sok pénz. Az igényünk kielégítésére, sok ember igényének a kielégítésére, arra nagyon sok pénz kell. Tehát az igény sokkal magasabb szintű, mint a szükséglet. De ha neked magasak az igényeid, és nem tudod megvalósítani azt, amit szeretnél, akkor nem leszel boldog. Tehát ahhoz, hogy az igényeit az ember kielégítse, az kell, hogy legyen elég anyagi. Másik dolog, hogy egy olyan világot élünk, ahol szükség van tartalékra. Mert nehezül a világ, nem tudom, észrevetted. És én tanítom 2017 óta, vagy már lehet, hogy előbb is, de attól biztosan emlékszem, hogy legyen 3 évnyi tartalék. Az azt jelenti, hogy ha abba hagysz bármit, és nem tudsz jövedelmet teremteni, akkor 3 évig képes legyél megélni. Érted? Tehát ha családról van szó, akkor a családod tudjon megélni. A család az, akivel együtt élsz. Jó? Akivel egy háztartásban élsz. 3 évnyi. Mert egy olyan világ lesz, ahol erre szükség lesz. Jó? Tehát készülni kell arra is, hogy az nem fantazmagória már, tehát nem fantázia szüleménye, hogy a világ az rohamosan nehezülni fog. És elsősorban gazdasági szempontból, pénzügyi szempontból. Jó? Tehát még egyszer mondom, a forint 43,6%-ot romlott az aranyhoz képest 365 nap alatt. A dollár 33%-ot, az euró pedig 30%-ot. Jó? Illetve nem jól mondom, mert az euró 31%-ot és a svájci frank 30%-ot. Jó? Az aranyhoz képest. És mondjuk egy olyan évvel ezelőtt is mondtam ezt. De akkor nem 43%-ról beszéltem, csak 30 valamennyiről a forint esetében. Tehát nem javult a helyzet, hanem az aranyhoz képest romlott a helyzet, nagyobb lett az infláció. Pedig azt mondják, kisebb. Mert az inflációt másként nézik. Oké? Okay? De az inflációt mindenütt az aranyhoz kellene nézni. Mert az arany az egyetlen világban mindenhol elfogadott
közös fizetőeszköz. Például a hét elején bejelentette a kormány, hogy újabb aranykészletet vásárolt, és most már 110 tonna aranykészlete van az országnak. Tehát újabb 2,5 tonnát, ha jól emlékszem, vásárolt. A hét elején. Jó, szóval, de az a 110 tonnát gyorsan kiszámoltam otthon, mikor ezt a hírt olvastam, és az csak másfél hónapi költségvetésünk. Ez a 110 tonnányi arany. Csak másfél hónapi költségvetése az országnak. Jó? Nagyon kevés. Nem 3 év, amiről beszéltem. Még csak nem is 3 hónap. Érted? Na most. Más bajok is lesznek, hogyha valaki nem fejlődik, de erről most nem beszélek, mert erről már beszéltem sokszor mostanában. Jó, most ezt a részt kihagyom. Elég bőven ez a gazdasági rész. Érted? Tehát azt kellene megértened, hogy elindulsz a szellemiség útján, nem abba hagyva azt, amit csinálsz, hanem ez egy plusz. Azért van ennyi technikai eszköz, hogy több időd legyen. Nem azért, hogy kevesebb. Világos? Amikor 91-ben én elkezdtem az emberekkel való foglalkozást, nem volt olyan, hogy internet. Érted? 91-ben még mobiltelefon se volt. 93-ban hozták be. Az utcán a fülkébe kellett telefonálni. Érted? Tehát azóta gondold végig, mennyi technikai eszköz van, ami segítheti azt, hogy legyen több időd. De én tudom, hogy nagyon sok embert pont a technikai eszközök szúrják embernek, pont a technikai eszközök szúrják el az idejét. Mert mit csinál? Órákig nézegeti a telefonját, vagy a számítógépét. Érted? Tehát a hasznunkra kellene használni az eszközöket. Azért vannak, hogy könnyebb legyen. Nem azért, hogy miattuk, a technikai eszközök miatt tönkre menjen az életünk. Érted? Gondold végig, hallottál már olyanokról, akik számítógép játékszenvedélyesek? Hát tönkre teszi a számítógép az életét, érted? A játékszenvedélye miatt. Hát hasznunkra kellene a technikát használni, nem ellenünk kellene, hogy legyen. Ha megnézed, a legtöbb ember tele van technikai eszközzel, és nincs ideje, érted? Mert a technikai eszközökkel elszúrja az idejét. Vagy rosszul látom? Tehát gondold végig, azt az időt, amit elszúrsz mindenféle olyan dolgokra, aminek semmi értelme, meg semmi haszna, azt ráfordítanád a tanulásodra, milyen gyorsan tudnál fejlődni? Gondold végig. De van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy nincs ingyen kenyér. Nincs. Mert a kenyérért emberek megdolgoztak. És ezért a kenyérnek ára van. És ugyanúgy a tudás sem ingyen van, mert a tudásért én megdolgoztam. Világos ez? Kőkeményen megdolgoztam a tudásért. Sokkal jobban, mint a legtöbb ember. Sokkal jobban, mint az egyetemi tanárok. Maradjunk ennyiben. Vagy az egyetemi professzorok. Sokkal jobban megdolgoztam náluk. Érted?
A tudásért. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs ingyen kenyér. Aki ingyen akar tanulni, nézegesse az internetet, és semmit nem fog fejlődni. Semmit. Egy csomó olyan embert ismerek, akinek az a szabadidős tevékenysége, hogy nézegeti az internetet, de nem okosodik, hanem butul, érted? Elbutul, mert nem tudja megítélni, hogy mi az igazság, és mi a hazugság. És ugye elmondtam az elején, hogy aki a hazugságot befogadja, az elbutul. Oké? No, tehát várunk szeretettel a közösségünkbe. Együtt tanulni sokkal könnyebb, mint egyedül tanulni. Ráadásul az ember ugye egy közösségben kommunikálhat, beszélgethet, jól érezheti magát, találkozhat emberekkel, beszélgethet olyan dolgokról, emberekkel, ami jobbá teheti az életét. Hát ez sajnos a civil világban nem így van. Úgyhogy várunk szeretettel, csinálunk 30 perc szünetet, utána pedig 8-9-ig folytatjuk tovább a képzést. Az már képzés, jó? Ez nem képzés volt, ez csak mondjuk szemfelnyitás. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!